Ünnepelje velünk a Magyar Katolikus Rádió 15. születésnapját. Én azt hiszem, hogy először is ennek az eseménynek a jelentőségét szeretném kiemelni. Ugye a Magyar Katolikus Rádió 15 éves fennállását ünnepli. Egy országjáró sorozatba kezdett ebből az alkalomból a rádió, ebből én két alkalom volt, ahol személyesen is részt vehettem és találkozhattam a kedves hallgatókkal. Az egyik az egy pécsi rendezvény volt, a másik pedig egy kalocsai rendezvény volt. Ennek az esemény sorozatnak a csúcspontja lesz tulajdonképpen ez a budapesti rendezvény, itt a rádiónak ugye a városában, Budapesten, a Szent István Bazilikában. És kiken nyílik lehetőség a személyes találkozásra? Elsőként említeném meg Mári Szabó Eszter kollégánkat, aki énekművészként vesz részt most ezen az eseményen. Ugye a kedves hallgatók őt zenei szerkesztőként hallhatják, illetve a rádiós műsorok műsorvezetőjeként. A másik fellépő Lázár Csaba színművész, rádiunk vezetőbemondó kollégája, aki ugye nemrégiben kapta meg a legnagyobb szakmai elismerést, amit bemondó megkaphat, ezt a bizonyos Kazinczy díjat. Úgyhogy vele is találkozhatnak a kedves hallgatók, illetve hát ha már az interjú velem készül, természetesen én magam is ott leszek, én moderátorként fogom összefogni a műsort. Nagyszerű dolog szerintem az, hogy ha egy ilyen jellegű találkozó létre tud jönni. Tehát fantasztikus személyes benyomásom volt nekem is ezeken az elmúlt eseményeken, akár a pécsi, akár a kalocsai esemény alkalmával, amikor tényleg az ember kicsit a rádiónak ebből a sötétjéből, ebből a bezárkózottságából, ahol az ember a csendes magányában ül itt és beszél a hallgatókhoz, el tudunk jutni oda, amikor szemtől szembe először láthatjuk egymást. Ennek a csúcseseménye lesz tehát a Bazilikában megtartandó eseményünk, ahol nagyon nagy szeretettel várjuk a kedves hallgatókat, és bízom benne, hogy minél többen eljönnek erre az eseményre, és minél többen találkozhatnak velünk személyesen, és még fontosabb, hogy mi személyesen találkozhatunk a mi hallgatóinkkal.